Galupnak jött egy friss felmérés, ami szerintem nagyon érdekes. Ez egy ilyen általános munkahelyi elégedettségi felmérés. Én annyira nevettem, mert ma, amikor ezt az adást vesszük fel, pont akkor posztoltál egyet a munka, munkahelyi elégedettségre. A kettőnek nem volt közel egymás, az legalábbis, én nem tudom, Te hogy volt. Te inspiráltál vagy. rá egyébként igen, ezzel a témával. Ezzel a témával ezzel... Igen. Na, hát akkor szó, akkor innen, ez nagyon jó. És hát hogy is mondjam, talán ezzel a, ezzel a mondattal lehetne összegezni a, a kutatásnak az eredményt, ezt elmondom azért kicsit bővebben is, hogy Európa egy remek hely arra, hogy élj, de egy szörnyű hely arra, hogy dolgozz. Na most, ugye az, arra az ellenmondásra próbál rámutatni a Galup ebben a cikkben, hogy miközben tíz éve rendre az európai országok különös az északi, észak európai országok vezetik, ugye ezt a, ezt a World Happiness Report szerint, ugye az ő mérésük szerint a legboldogabb országok rangsorát, és ugye, hogy 22-ben is 10, a 10 legboldogabb közül 8 az európai volt, és hogy a, ha az egész régiót nézzük, akkor az emberek több mint fele elégedett az életével és az, és az életszínvonalával, stb. Mint azt nem Magyarországon készítették csak ezt a felmérést, úgyhogy tényleg higgyük el, hogy ez így van. Ugye ezzel szemben viszont globális összehasonlításban az európaiak utálják a legjobban a munkahelyeiket. Mindenki másnál a világon. Hát azt írja a Gallup a saját mérései szerint, hogy a mindössze munkahelyek 14%-a elkötelezett a saját munkahelye iránt. Ez a szám ez 7% ponttal alacsonyabb a globális átlagnál, ami 21% és 19% ponttal alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban és Kanadában. Na, hát, hogy van ez Európában? Jó élni, de szar dolgozni. Az első dolog, ami eszembe jutott ezzel a felméréssel kapcsolatban, hogy majdnem minden menedzsment képzés, majdnem minden ilyen szervezetfejlesztési folyamat kulcs szava, kulcs metrikája ez a workplace engagement növeld a munkahelyi elkötelezettséget, és a többi. Számomra ez azt mutatja, hogy teljességgel használhatatlan ez a metrika. Egyrészt, mert nem hiszem el, hogy Európában az emberek 14 a lenne elkötelezett a munkahelye iránt. Egyszerűen nem hiszem el. És hogy ez mondjuk kétszer annyi, tehát hogy kétszer annyira jó lenne az Egyesült Államokban dolgozni, mint Európában. És ezt onnan nem hiszem el, hogy ha, amikor amerikai forrásokat olvasok, és most már volt szó ilyen bezzeg országokról, az Egyesült Államokban sorra azt olvasom, hogy az európai nem milyen jó dolgozni. Egyrészt, mert nagyon erősek a munkajogi szabályok. Európában nagyon rossz vállalkozni. Nézzük meg a francia munkaügyi szabályokat, hogy mennyire baromi nehéz elküldeni bárkit, mennyire drága bárkit leépíteni, még a Tesla most leépítette a munkaerejének x százalékát, úgyhogy egy heti bért fizettek ki a távozó munkavállalóknak, és a többi, zárójel bezárva hogy Amerikában mennyire állások, amikor két hétre elmehetnek szülési szabadságra, Európában nem tudom, hogy van-e olyan állam, ahol ezt legalább két évig nem fizetnek, és Magyarországon kiemelkedően magas az ilyen jellegű juttatás. Nézzük meg, hogy az egy, Egyesült Államokban mi a helyzet, és éges föld, és onnan így mutogatnak. Hogy, hogy itthon mennyire. Igen, de ez inkább az életszínvonal kérdése, nem? Vagy de az a, munkához kötik, ezt. a mm -hmm. munkához kötik ezt. Hogy hogy milyen jó az a munkahely, ahol fél évre elengedik a nőket, úgyhogy támogatja a munkahely ezt, mm -hmm. és hogy ez fantasztikus, és nekem ezért nagy a munkahelyi elégedettségem. Értem én, hogy itthon ez állami juttatás, de ott kint ez egy erősen a munkához kapcsolódó téma. És hogy milyen jó lenne ottani munkahelyen dolgozni. De mire megérkezünk Európába, ez már hirtelen nem egy. Zseniális munkai juttatás lesz, hanem valami, ami úgy természetes. És yeah. Yeah. Tehát, hogy, hogy ez a munkahelyi elégedettség, növelés, mint cél, olyan szinten értelmetlennek látom. Vezetőként, cégként ezt kitűzni, mint fő irányelvet. Nem, és most sokan ezt úgy fogják meghallani, hogy Ungeri Peti azt mondja, hogy ne növeljük a munkahelyi elégedettséget. Hát növeljük a munkát. Szeretném, hogyha elégedettek lennének. Hány egységgel? Tennélek. Hány egysége, és mit jelent ez valakinek? És az a második kérdésem, hogy szerinted ugyanazt jelenti, ha feltesszük azt a kérdést, hogy elégedett vagy a munkahelyeddel, elkötelezett vagy a munkahelyed irányába egy amerikai cégnél, mint mondjuk itthon, egy, nem is tudom, vidéki kisvárosban, valakinek feltesszük ezt a kérdést, ugyanezt fogja jelenteni? vagy egy japán cégnél dolgozó személy. Ennél még rosszabb a helyzet, mert ugye szerintem már az adott országon belül sem ugyanazt jelenti, hogy én elkötelezett vagyok-e a, a, munkahelyem iránt. Másrészt meg hozzuk ezt ide, mert ugyan a, a Galupit nagyon erősen meg az azt feldolgozó cikk, ugye nagyon erősen a mellettér, vagy itt nem kulturális jelenségről beszélünk, hanem arról, hogy itt valójában ugye arról van szó, hogy az európai cégeknél egy, egy, people management probléma van, és ebben egyébként tökéletesen egyetértek a Galup, -a. nyilván Galup sem és olyan hátsó szándék nélkül írja ezt, mert azért ők nem csak közelményt szoktak kutatni, hanem azért vezetőket is fejlesztgetnek a saját módszertanuk, az zárója bezárva. Tehát, hogy ők ezt, tehát, hogy, de hogy nem erről beszélünk, hogy, hogy ez, egy, ez egy homogén dolog lenne, hogy Magyarországon minden, minden magyar ember, hogy ilyen népszerű szót használják, minden magyar ember ugyanúgy gondolkodik a munkai elköteleződésre, és a számára minden egyes ember számára ugyanazt jelenti tértől és időtől függetlenül. Lófaszt. Hát az, hogy egy falusi kisboltban én elégedett vagyok a munkahelyemmel, az, 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 az azért, valószínűleg azért van, mert hogy az az egyetlen lehetőségem, hogy dolgozzak. Tehát én elkötelezett leszek? Az, amellett leszek elkötelezett, hogy megtartsam azt az állást, mert mondjuk nincs más lehetőségem. Az, hogy én mondjuk a te üzlettársadként elkötelezett vagyok az online firánt, hát persze, hogy elkötelezett vagyok, hiszen a saját cégemről van szó, de elvárnám ugyanezt az elkötelezettséget jelentsen ez akármit is, mondjuk a Petrától? Vagy, vagy érted, tehát, hogy hogy lehet ezt, ezt, nem lehet ennyire univerzálisan kezelni. Ugyanaz a megfoghatatlan hülyesség, bocsánat, mint a, mint a legyél kedves. Hogyan? Hogy mérem, hogy elég kedves vagyok-e? Peti, ma elég kedves voltam a felvételek során. Fantasztikusan kedves voltál, nem átment De ez hogyan fantasztán. tudnék javítani ezen a kedvességen? Kedves meg a tanulni. Yeah. Én szeretem a gallupot tényleg, tehát, hogy nagyon jó eszközeik, meg módszereik vannak, de tényleg. És az egyetlen közönkutató, aminek globális szinten egyébként egészen komolyan változatotásaik vannak, tehát ezen elgyünk cínikusak. Igen, annyi. de itt, itt ezekből a számokból itt is az látszik, hogy menj egy menedzsment tanácsadóhoz, vagy egy cégfejlesztési tanácsadóhoz, és garantálom neked, hogy találni fog olyan dolgokat, amiket fejleszteni kellene a menedzsmentedben, meg a cégeden. Itt is ugyanez a helyzet, hogy beledefiniálják szerintem magukat abba, hogy igen, a Gallup szerint ez a, ezt jelenti a munkatársi elégedettség, ez egy kívánatos cél, tehát amit ki kell tűzni, és definíció szerint azok lesznek a, az elkötelezett munkavállalók, akik azon szempontok alapján nyilatkoznak a munkahelyükről, amiket egyébként mi tanítunk, és amiben mi tudunk segíteni, és tudjuk fejleszteni őket. És ebben abszolút, ezt abszolút valósnak látom, tehát ismerem a Galupnak a módszertanát, ugye mi is foglalkoztunk ezzel, talán a tavalyi online konferencián volt erről egy beszélgetés, nagyon jónak látom sok szempontból, de az, hogy jó eszközöket javasolnak, és szerintem jó irányban tapogatóznak, tehát amikor azt állítja, hogy ez a kutatás is, hogy az elégedettség főforrás az döntően ahhoz kapcsolódik, hogy te, mint munkavállaló, milyen viszonyban vagy a feletteseddel, és ő egy a közvetlen feletteseddel, és az a közvetlen felettesed egyébként a napi people management gyakorlatát hogyan szervezi. Segít a prioritásait meghatározása. Most azt hagyjuk, hogy szerintem ez mennyire lényeges, de hogy szerintem alapvetően az irány helyes. Tehát itt nem erről van szó, hogy ezzel lenne problémánk, hogy hát nem igaz, hogy a people management-en múlik egy cég sikere, hát elég fura lenne, hogyha ezzel nem beszélnék. Nem, itt arról van szó, hogy szerintem két pont nincs összekötve, csak úgy van téve, mintha össze lenne kötve. Tehát, hogy olyat magyarázunk bele ebbe, amit nem lehet bele magyarázni, mert hogy a fogalom eleve nem tiszta, amiről amiről kérdezünk. Tehát a munka, munkahelyi elégedettségnek egyébként valóban számtalan faktora lehet, de azt viszont még nem láttam arra élő példát, de nyugodtan cáfajatok meg, vagy írjátok meg a, az e-mail címünkre, vagy a itt kommentben, hogy vált-e sikeressé cég azáltal, hogy ezeket a pontokat, amik úgymond a munkavállalói vagy munkahelyi elégedettséget és elköteleződést hivatottak megteremteni, hogy ezen valaki ilyen cseklista szerűen végigment az elmúlt tíz évben, és 600%-ot nőtt a cég. Nem, 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 hiszem, hogy, hogy találunk erre élő esettanulmányt és bizonyítékot. Márpedig, hogyha ez így van, akkor nem lehet visszafordítani az oksági kapcsolatot. Akkor nem lehet azt mondani, hogy ez a versenyképességnek a kulcsa, meg ez a sikernek a kulcsa, mert, mert túl tág és túlságosan zavaros ez a fogalom ahhoz, hogy ez magyarázó erővel bírjon arra, amit csinálunk mindanna. Van egy abszolút tudománytalan feltételezésem, ez pedig a következő, hogy ezek a cégek és azok a szervezetek, ahol pont egy well programra vagyunk attól, hogy elkötelezettek legyenek a munkavállalók. Ezek definíció szerint nem lehetnek kiemelkedően eredményes, jól teljesítő, nagyon magas szinten teljesítő szervezetek. Lehet, hogy éppen most azok, de nem ide sorolnám a csúcs teljesítményt. Azért, mert én csúcs teljesítő vezetőket, csapatokat, szervezeteket lényegében csak olyat láttam, ahol önmagában azért, hogy, hogy, eredményesek legyünk, ezért dolgozunk. Ez a belső késztetés adja azt, hogy, hogy elégedettek legyünk a munkahelyünkkel. Tehát akárhány eredményes céget nézek, és az Ubernél is ugyanezt látom, tehát hogy lehet azt mondani, hogy félrecsúsztak meg, hibás volt a koncepció, és a többi, de az, hogy ők önmagában azért csinálta a Travis Kellenick ezt a céget, mert ő valamit akart alkotni, valamit akart csinálni, és ugyanez igaz a Google-re, ugyanez igaz Steve Jobs-ra, ugyanez igaz nagyon sok kisvállalkozásra is. Tehát, hogy nem kell itt a legnagyobbakban gondolkozni, de a kis cégekre is ugyanez igaz. És és ez vitte bele őket, és nem foglalkoztak azzal, hogy van egy irodai masszázs és a többi. Nyilván kellettek bizonyos feltételek ahhoz, hogy ezt meg tudják csinálni, és a legtöbb esetben adtak tulajdon részt, meg részvényopciókat a legjobban teljesítő embereknek, Johnny Ive és a többi. De nem azon gondolkoztak, hogy én elkötelezett vagyok-e a munkahelyem iránt, és hogyha kapok még egy masszázs fotelt, akkor egy ilyen külső, külső szempont elégedetté tesz, hanem hagynak-e valami jelentőségteljes dolgot végeznem.